Kedves nézőink, a hétvégén a Szabadidőközpontban tartották az Arany Deszka elnevezésű országos minősítő színjátszó fesztivált. Erről szóló összeállításunkat láthatják. 12. alkalommal szervezte meg a Veszprém megyei Amatőr Színjátszók Egyesülete az Arany Deszka Fesztivált. Hogy alakult a találkozó, hány előadás volt, hány csapat érkezett, mit lehet tudni a szervezési munkáról? 13 csapatot sikerült most bejuttatni ide a nézőtérre, és őket meg is tekinteni. Nem könnyű munka mindig összeállítani egy ilyen feszes, néha már talán erősnek tűnő programot is, hiszen az a célunk, hogy minél több amatőr, színjátszó csapatot, társulatot feljutassunk ide a színpadra, és egymást meg tudjuk tekinteni. Alapjáraton úgy gondolom, hogy évek jó munkájának köszönhetően, és a helyekkel való jó együttműködés hatására is hatásos és jó fesztivál zárás előtt állunk néhány perccel. Sohasem volt egyszerű itt megfelelő szavakat mondani kiváló előadásokra, kiváló csapatokra, akik az amatőr szívdobogásával és lelkesedésével állnak ide elénk. És nem csak elénk állnak, hanem mivel minősítő fesztivál, van egy zsűri is, kik voltak idén a zsűri tagjai, és mi alapján válogatjátok ki őket, kéritek fel őket? Hál' Istennek mondhatni már visszajáró vendégeink a zsűri két tagja. Név szerint ugyebár Pataki András és Perényi Balázs, a két személy, aki állandóan visszahívott már barátunk. Nagyon egyszerűknál fogva fontos számunkra, hogy aktív rendező személyek legyenek a zsűri tagja, akik tényleges reális és emberi meglátásokkal rendelkeznek, és úgy tudjanak velünk kommunikálni, hogy azt értsük is, nem pedig művészlélekként fogalmazzanak. Ez egy nagyon fontos kritérium. Mellette fontos az ember a zsűriben is. Ahogy mi is emberként állunk ki a színpadra, ők is emberként vannak velünk és közöttünk, és a másik nagy momentum a zsűrinek, hogy közöttünk vannak, és a személyiségük teszi őket hitelessé ezáltal. Az Arany Deszka Fesztivál visszatérő zsűri tagjaként hogyan értékelné az idei fesztivált, milyennek látta a három nap eseményeit? Mindig, minden esetben találni vonzó felületet ezeken a fesztiválokon, így volt ez az idei évben is. Volt olyan nagy találkozás, olyan csoport, amelyet korábban itt ezen a fesztiválon nem láttunk, de egyébként én más fesztiválon sem találkoztam még velük. Ők az Ér Mihály falvai parciumi, erdélyi parciumi barátaink, akik meglepően magas színvonalú és igazán lélekemelő színházat csináló produkcióval rukkoltak itt elő. De ugyanúgy, ahogy az újak mellett a régieknél is, ott itt volt a Körmendi Kastély Színház, és még sokan mások, akiket már régről ismerünk, és az idei évben is magas színvonalú produkciót hoztak. Tehát igazán kalandos, nagyon hangulatos, sokféle volt ez a fesztivál, minőségben, stílusban egyaránt. Nagyon sok fesztiválnak úgy tudom, hogy zsűritagként vendége. Meg lehet-e fogalmazni az amatőr művészeti színjátszás kapcsán valami általános tendenciákat, ami az utóbbi évekre jellemző? Nagy előnye az amatőr színjátszásnak, hogy nem kényszerülnek, úgy mint a profik, különböző statisztikai számok teljesítésére. Ebből következik, hogy megvan a lehetősége annak, hogy szabadon csinálnak bármilyen témával, bármilyen stílusban, kvázi bármit. Ennek a fajta szabadságnak vele járója az, hogy nyilván lehetnek nagy félresiklások és tévedések is, de ugyanakkor benne van a lehetősége ebben a helyzetben annak is, hogy egészen magas rendű, magas színvonalú, ha úgy tetszik, művészeti értelemben is újszerű novum produkciókat, előadásokat hozzanak létre. Egyrészt ez az, ami izgalmas, a másik pedig az, hogy ezek a közösségek, tehát vannak olyan csoportok, például az imént említett KASZT, vagy akár az Ér Mihály falviak, hogyha most ezt a kettőt emlegettem, ahol akiknek a Holdudvarában sok tucat ember áll, ezek mögött a színjátszó tevékenységek mögött, tehát nem egy-két ember, hanem 10-20-30-40 emberek is felvonulnak, ami egyértelműen világossá teszi, hogy az adott közösségeknek, városoknak, kisvárosoknak, községeknek, falvaknak társadalmi életéhez szervesen hozzájáruló kovászok. Melyik volt az ön személyes szempontjai szerint, amit a három napban kiemelkedő előadásnak minősítene?
A Bányavirág ugye a Érmihály falváról, nagyon minőséges volt a Prospero Színház előadása, a Kaszt előadás, nagyon érdekes volt Zalavári Andrásnak egy új ős bemutatója tulajdonképpen, hiszen ugye ez egy új kortárs magyar darab. Tehát ezeket az értékeket tudom így kapásból, fejből megemlíteni. Már csak az eredményhirdetés van hátra a fesztiválból. Szervezőként hogy összegeznéd, hogy értékelnéd a három nap eseményeit, történéseit? Nem elég jó szó az, hogy elégedett vagyok, hanem jobb. Nem tudom ezt a megfelelő szót az elégedettségemre. Igen, izgalom az, hogy mit fogunk hallani, ki milyen minősítést fog kapni, hiszen ezért jöttünk ide, azon kívül, hogy megnézzük egymást. Határozott nagy szívdobogással várja az ember magát, a közönség szavazatot is, hiszen ez is az egyik előnye a mi fesztiválunknak, hogy egy zsűrin kívül önmagunkat is minősítjük, és szavazunk egymás, hogy szerintünk kik voltak a legjobbak, kiknek az előadásai tetszettek a legjobban. Néha ez persze nem fedi a zsűrit szakmai véleményét, de semmi baj nincs, általában egyébként fedi, nagy örömünkre. Hogyan összegezném a fesztivált? Jó volt itt lenni, és jó lesz itt lenni, remélem majd legközelebb. A zsűri döntése alapján a legjobb epizód szereplő Szép Dániel Körmendről, a legjobb férfi alakítást Varga István Érmihály falváról nyújtotta. A legjobb női szereplőt megosztva választotta meg a zsűri, Tóth Tíme a Székesfehérvárról és Boros Emőke Blanka Érmihály falváról érdemelte ki. A legjobb előadás, legjobb rendezés és a közönség szavazatai alapján az aranydeszkát is a Móka Színjátszó csoport vihette haza Érmihály falvára.